Barna József szentmihályi mezőgazdász a hónap elején már megkezdte a gabonavetését, azonban az eső megszakította a munkájában. Még be sem takarította a kukoricát termőföldjeiről. Úgy véli, ebben a pillanatban a vetés optimális határidejének betartása a legfontosabb. Többi munkára az már megbír várni, de vetés volna a legfontosabb, legyen a buza a földbe. Mert buzának az a időben legyen a buzébe a földbe, mert ha nincs időben a földben, akkor már mindjárt van terméskiesés, több magot közt szórni vagy vetni, mindjárt több a befektetés. Tudjuk, így is a buzán kevés a haszon, csak azért vessük, ha vetésforgó véget, hol legyen vetésforgó, meg minden évben pontosan elvégezve. Statisztikai adatok szerint Közép-Bánát területén mintegy 50 ezer hektár termőföldet terveznek kenyérgabonával bevetni a gazdák az idén, ami megegyezik a több éves átlaggal. A termelők már elkészítették az idei vetési tervüket. Pillanatnyilag azok a gazdák vannak előnyben, akik még az eső előtt elvégezték a vetési előkészületeket és elszórták a műtrágyát. Ez különösen fontos azoknak a termelőknek, akik csak két növényfajt, azaz kukoricát és buzát termelnek egy vetőforgóban. Az eső megnehezítette azon gazdák dolgát, és akik még a kukorica betakarítását sem végezték el. Eddig a Közép-Bánát területén kukoricával bevetett termőföldek 70-80%-át takarították be.